Ezek a török és táj lányok már több hónapja tanulnak itt a Láncos Kornél gimnáziumban, az EFS Nemzetközi Diákcsere Alapítványnak köszönhetően. A nemzetközi szervezet és az oktatási intézmény között egy évtizedes múltja van a jó kapcsolatnak. Az évek alatt több tucat külföldi cserediák tanult már a fehérvári gimnáziumban. Ezt az együttműködést most egy megállapodás aláírásával hivatalosan is rögzítették. Ezzel a Láncos Gimnázium lett a Diákcsere Alapítvány Fehér megyei bázisiskolája. Más tolerancia szintjük lesz a külföldiekkel szemben, és a világgal tudunk így szóba állni, nem csak a nyelvet kell megtanulni, hanem az idegen kultúrákat is be kell fogadni valamilyen módon, és ebben segít nagyon bennünket ez a diákcsere program. A megállapodás értelmében valamennyi, a világ 32 országából érkező Fehérváron tanuló EFS-es diák a Láncosban tanulja majd a magyar nyelvet külön órák keretében. Az EFS pedig évente legalább 3 különböző nemzetiségű diákot delegálhat az iskolában most induló angol nemzetközi kapcsolatok specializációs osztályába. A statisztikák azt mutatják, hogy nagyon önállóak, talpra esettek ezek a gyerekek, sikeresen veszik a megpróbáltatásokat, a főiskolai egyetemi felvételiket, és általában felnőttként is nagyon jól boldogulnak nemzetközi multikulturális környezetben. Az EFS segítségével egyébként a gimnáziumból évente 5-10 diák juthat ki külföldre, hogy ott egy év alatt nyelvet tanuljon és megismerkedjen egy másik nép kultúrájával. A vállalkozó szellemi fiatalok a világ 80 országa közül választhatnak.